Egy picit változtassuk meg az előző feladatot. Itt a mínusz y helyett mondjuk azt, hogy 3x-el y. És nézzük, hogy mi lesz az értes tartomány, illetve hogy természetesen a határértékekre mit kapunk. Ez ugyanazokban a pontok, mint az előző feladatnál. Na most nem véletlen hagytam itt ugye az értelmesi tartományt, hiszen a számlálóban azzal is beírtam, hogy szorozva y-nal az nem fog változtatni az értelmesi tartományom. Természetesen tört, ugye megint csak arról van szó, hogy a nevezőben lehet csak probléma, ahol az egyenlő nullával, tehát ez a kifejezés csak az poligóban lesz nulla. Így természetesen ez azt jelenti, hogy ebben az esetben is az A részen feladatnak, amikor az 1-3 pontban kell meghatározni a függvény határértéket, ez nekünk nem jelent más, csak egy egyszerű helyettesítést. Tehát az 1-3-ban kiszámoljuk a függvény értéket, és ez lesz, azt mondja, az 9, ez pedig 1 plusz 9, az 9 per 10. Tehát ez lesz a határérték. Nyilván nem is ez a problémás, ugye a zöld pontok azok sose, hanem ugye a feketék, igaz, hiszen azt a pontot nem tudom behelyettesíteni, tehát a B, amikor is a határértéket ugye, rossz pontban, 0-0-ban vizsgálom. Jó? Na most hát az utak már föl vannak az előzőből, akkor próbálkozunk be, hát ha szerencsénk van, és hasonló, mint az előbb, kijön az, hogy különböző értéket fogunk kapni. No, tehát ugye az egyes út az egy x-tengely, nem megyünk jobbról, tehát ez azt jelenti, hogy az y-koordináta az nulla, az x az t, ugye t nagyobb, mint nulla, és az imesz t tart a nulla pluszhoz, ft nullát kell néznünk, behelyettesítve t nulla plusz, akkor az 3-szor t-szer nulla, hát kiírtam, ha bár ugye fölösleges, hogy gyök t-négyzetünk van, hiszen ez ugye nulla. Hát ugye a számlóban nulla van, és nevezőben nincsen nulla, azt mondja, t az tart a nullához, tehát ez azt jelenti, hogy a konstans nulla függvénynek kell venni a határértékét, ami természetesen nulla lesz, és hogyha használjuk a kettes utat is, a második, akkor nézzük, hogy mit kapunk. Ugye az az y-tengelynek a pozitív része, tehát ott az x az nullával egyenlő, az y az persze pozitív, t és t tart a nullával fogjuk megközelíteni az origót ebből az irányból, tehát limesz t tart a nulla plusz, csak most itt az f nulla t-t kell venni, de olyan nagy különbség nem fog adódni, hiszen ugye szorzás van, 3-szor nullászor t is nulla lesz, amit ugyanúgy gyök t négyzet, tehát ez itt megint csak egyenlő nullával, nem határértéket, hanem egyenlő nullával, tehát ugye azt kapom, hogy nulla, nulla. No, hát sajnos különböző irányok nem nagyon, hát ez a két irány nem működött, és lehet gondolni, hogy ebből vagy abból az irányból menjünk, vagy hogyan. Minden esetre a feladat segít abban, hogy próbálkozzunk már meg, ugye a gyök x nézet, az y nézet miatt a polár koordinátákkal. Jó? No, hát ezt tudjuk, hogy egy síknak tetszőleges pontját, origótól különböző pontját szintén meg tudom úgy határozni, hogy milyen messze van egyértelműen leírni, milyen messze van az origótól, ez lesz az R, tehát a pontnak a távolsága, és a phi szög, amit úgy kapok meg, hogyha veszem ezt a szakaszt, és az X tengelynek a pozitív felét, akkor bezárt szöget, hogyha veszem, akkor természetesen ugye az X koordináta az R-szer koszinusz phi, az Y az R-szer szinusz phi-ként érható föl, tehát ahogy mondtuk, hogy az R az távolság az nagyobb vagy egyenlő nulla, a phi az 0 és 2 pi között van, és amiből ugye ezt tudjuk itt alkalmazni, és nagyon jó nekünk az, hogy ez az összefüggés, hogy az x nézet meg y nézet egyenlő r négyzettel, tudjuk, hogy ez a Pitagórasz tétel jön ki, tehát
helyettesítés után sokkal, de sokkal egyszerűbb lesz, hogyha majd a nevező, és annak az, hogy a fi az 0 és 2 pi között van, tehát az nem rögzítve van, ez azt jelenti, hogy a fi, ha változik, akkor természetesen adhatja az egyes utat, a kettes utat. Tehát nyilván, hogyha fi egyenlő 0, akkor például kapjuk az egyes utat. A fi egyenlő pi per 2, akkor kapjuk ezt az utat. És természetesen, hogyha fi változna az r-vel, akkor megkaphatnánk egy tetszőleges másfajta utat is. Minden esetre ez azt jelenti, hogy a polar koordináta segítségével, vagy ha ezt bevezetjük, akkor tulajdonképpen az összes utat tudjuk vizsgálni. Igaz? Ez az utas megoldás, ez csak akkor, hogyha bármhogyan közelítjük meg, mindig ugyanazt kapjuk. Mert a polar koordináta ezt lehetővé teszi nekünk, hogy ugye az összes lehetséges utat vizsgáljuk. Azaz... Azaz, ez azt jelenti, hogy térjünk át a polár koordinátákra. Mert honnan jön ez az ötlet, hogy nem algebrai egyszerűsítésekkel, vagy mit tudom én, műveletekkel fogunk dolgozni. Ez onnan jön, hogy a nevezőben pontosan gyök alatt x négyzet plusz y négyzet van. Tehát, hogyha polár koordinátákra áttérünk, mi is történik, tehát mégis legyen, tehát egy x helyére beírjuk az r-szer koszinusz fi, az y helyére beírjuk az r-szer szinusz fi, akkor természetesen ugye a 3xy per gyök x négyzet plusz y négyzetből az fogjuk kapni, hogy 3-szor r-szer koszinusz fi, y az r-szer szinusz fi per, és akkor tudom, gyök r négyzet, ugye? Ez simán R adódik, jó? Tehát ezen helyettesítés után ez lesz a függvényünk, ami nyilván R-nek és Phi-nek a függvénye. Na most, hogyha az X négyzet meg, tulajdonképpen, ugye, hogyha az XY tart a 0 nullához, akkor természetesen azt jelenti, hogy az R tart a nullához, nyilvánvalóan, ugye a távolsága. Tehát ha meghatározom ezt a határértéket, tehát a limes fxy tart a 0-0-hoz, az ugyanaz lesz, mint a határértékenek, hogy limes r tart a 0-hoz, hát 0 pluszt is írhatok, igen. De azt tudjuk, hogy az csak úgyis pozitív lehetne. A szög az tetszőleges 0 és 2 között, és be kell írnom ennek a függvénynek a határértékét. Ez rendez, hogy 3, hogy akkor az r négyzetszer koszinusz fi-szer szinusz fi per r, tehát ez nem lesz más, mint limes r tart a 0 pluszhoz, és akkor egyszerűsítés után 3 r koszinusz fi szinusz fi kapjuk. Na. Ja, igen, nagyon lényeges, hogy a szög az tetszőleges. Tehát, itt, hogy megkapjam, mi a határérték, nyilván, hát a koszinusz fi, a szinusz fi az a szögtől függően változik, igen ám, de a koszinusz fi is, meg a szinusz fi is abszolút értékben, ugye, legfeljebb egy lehet. Ezt teszi lehetővé, hogy a rendőrelvet tudjuk alkalmazni, de akkor ez alapján 3R-szer koszinusz fi-szer szinusz fi, az biztos, hogy kisebb vagy egyenlő. Hát, hogy ez is kisebb, mint egy, ez is kisebb, mint egy, hát akkor biztos, hogy kisebb, mint 3R. De az is biztos, hogy mínusz 3R-nél nagyobb, hiszen ugye legfeljebb mínusz egy értékeket vehetnének föl. Hát ennél pontosabb beszélés is akarunk adni, de nincs rá szükségünk, ez bőven elég. Hiszen, hogyha az R tart a nullához, akkor a bal oldal persze, hogy nullához fog tartani, a jobb oldal is nullához fog tartani, hogyha az R tart a nullához, ebből következik a rendőre alapján, ugye ez a kifejezés is nullához fog tartani bármilyen fi-szög esetén, tehát nulla lesz a határérték bármilyen irányból haladva, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a pontban létezik a határérték, és az ténylegesen egyenlő nullával. Tehát
tehát a polárkoordináták segítségével tulajdonképpen az összes irányt leírhatjuk.